Változatos fellépők és gyerekprogramok várták a Magyar-Szentmiklósi falunap részvevőit. A program a Dombhátról Dombhátra projekt részeként valósult meg a település közösségi terén. Nagybakónak, Újudvar, Zalakaros és Nagyrécse után Magyar-Szentmiklós is sikeresen pályázott a Dombhátról Dombhátra projektben a családi nap megrendezésére. Szabó Krisztián polgármestertől megtudtuk, hogy a program egy részét viszont a helyi önkormányzat saját forrásból valósította meg. Eddig falunapnak hívtuk, most a Dombhátról Dombhátra pályázat keretein belül valósul meg, nem az összes eleme a Dombhátról Dombhátra pályázaté, hanem önállóan szerveztük, és a pályázat egyes elemeket, két fellépőt hoztak, talán ők hozták a Nagyrécsei Ritmus Kórust is többek között, illetve egy-két ilyen kísérő mellék szórakoztató lehetőséget is ők biztosítottak számunkra. A szervezők igyekeztek minél több műfaji igényt kiszolgálni a fellépőkkel. Különleges vendégnek számított és nagy sikert aratott a Nagyrécsei Ritmus Könnyű Zenei Kórus, amely popdalokat és musical slágereket dolgozott fel. Fontos számunkra az, hogy megmutassuk azt, hogy a könnyű zene maga is mennyire sokszínű lehet, és ennek alapján választunk, tehát vannak örökzöld dallamaink, tehát vannak olyanok, amik esetleg most már több, mondjuk akár 100 éves dalok is, tehát nagyon régiek, és vannak újak is, mint amit most a végén hallottatok, a Grundot. Énekünk musical részleteket, éneklünk popdalokat, örökzöld slágereket. Igazából egyetlen egy célt tűztünk ki az elején, amikor megalakítottuk ezt a kórust, hogy mindezt magyar nyelven szeretnénk tenni. A hosszú és változatos programnak köszönhetően a magyar szentmiklósi lakosok késő estig szórakozhattak a családi napon.